Sziasztok, az MXGR csatornát nézitek. A mai adásban X-Factory kézvédőről fog beszélni. Így néz ki a csomagjában. Hátulján rajta, hogy mi minden van benne, mert hogy elég sok minden van benne. Hát igazából a méltán népszerű Muse Racing kézvédőnek ez egy nagyon jó alternatívája lehet. Iszonyú erős, tehát tényleg nem nagyon bírod megmozdítani. Fémbetétes, és a másik okosság az, hogy az összes alkatrészét kapsz külön, árva egy picit jobb, mint a Muse Racing. Az a helyzet, hogy most itt a korona járvány miatt nagyon nehéz hozzájutni egy csomóféle termékhez, na ebből elég jó az ellátottságunk. És a másik okosság az, hogy az összes alkatrészét külön meg tudod hozzá vásárolni, tehát hogyha csak a fém kell, akkor az itt van külön, ehhez külön kapsz bilincseket is, ha csak a műanyag kell, akkor természetesen azt is kapsz külön a felfogatásával együtt. Ugye itt ezt már mutattam, hogy itt van, hogyha csak külön a keret kell, akkor ez is így létezik hozzá. Tehát bármit esetleg össze tudnál rajta törni, ami azért atomtámadás kell hozzá, mert tényleg brutálisan erős. Akkor is van minden. Bilincsei elég jó kialakítások, ugye ez azért van benne ez az U alak, mert itt jönnek el a csövek. Tehát ez mindenképpen kell. És ebbe az a másik okos, hogy ezt föl tudod rakni 28-6-os kormányhoz is, tehát kónuszos kormányhoz, de itt van benne az összes tudsz, ez 22-eshez is föl tudod, ellentétben a Muse Racinggel, tehát azt nem tudod fölrakni csak 28-6-hoz, ha olyat veszel, vagy 22-höz. Úgyhogy ebből egyébként iszonyú sokféle szín van, azt majd a videóban látni fogjátok, és elég komoly a kidolgozása. Én műanyag bevonat van rajta, úgyhogy nem is fog szarul kinézni. A Muse Racing ugye csak a fém, úgyhogy ezt egy párszor leteszed, akkor elég dzsúván néz ki. Mint látjátok, így van fölfogatva rá a műanyag, tehát bármikor cserélhető, mert egy jó pár cimboránk erre áttért, és meg vannak vele elégedve. Gyertek be a boltba, itt megtaláljátok, vegyétek meg. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok!